A Mi Hazánk mozgalom az egyetlen olyan párt, amelyik következetes álláspontokat fogalmazott meg a koronavírus járvánnyal, mint egy világháború helyett az emberiség nyakába zúdított világjárvánnyal kapcsolatban. Tettük ezt a lezárásokkal összefüggésben, tettük és tesszük ezt a teljesen értelmetlen és veszélyes oltás terrorral, oltás kötelezéssel kapcsolatban is. Az első percben is ugyanazt mondtuk, amit a mai napig tartunk, nevezetesen mindenki saját szabad akaratából kell, hogy eldöntse, hogy él-e az oltás lehetőségével vagy sem, felveszi-e az oltást vagy sem. Amennyiben nem kíván ezzel a lehetőséggel, tehát oltatlan marad, akkor sem érheti semmilyen hátrány. Ehhez képest azt látjuk, hogy a kormányzat szakmai és politikai szempontból össze-vissza beszélt, teljesen összezavarta az amúgy is információ hiányban szenvedő magyar embereket, és azt is láthattuk, hogy hatalmas üzletként jelenik meg az oltás. A baloldalnak ezzel pusztán csak annyi volt a problémája, hogy a baloldal a nyugati gyártmányú vakcinákat preferálta, a Fidesz pedig mind a keleti, mind a nyugati gyártmányokban óriási üzleti hasznot, komoly fantáziát látott. Teljesen hiteltelennek tartja a Mi Hazánk mozgalom a későn ébredő Jobbiknak azt az álláspontját, miszerint egy semmit nem érő petíciót kell indítani az oltások ellen, ugyanis pár héttel korábban még kórusban követelte az Egyesült Baloldal a negyedik oltás bevezetését. Márki-Zay Péter egészségügyi miniszter jelöltje legszívesebben mind a 3 millió, legalább 3 millió oltatlan honfitársunkat megkereste és jó beoltaná, és beoltatná, és közölte azt is, hogy nem csak negyedik, hanem ötödik vagy hatodik oltás is lesz. Teljesen hiteltelenné vált a Jobbik Magyarországért mozgalom e tekintetben is, hiszen még pár héttel korábban követelte gyakorlatilag az oltás kötelezővé tételét, addig most egy nulla értékű petíciót indított ezzel ellen. Márki-Zay Péter pedig azt mondta, hogy direktben, közvetlenül egy az egyben a kötelező oltást is be tudná vezetni, el tudná fogadni, illetőleg nem tiltakozna ennek a bevezetés ellen. A baloldal tehát nyíltan kötelező oltást vezetne be, a Fidesz pedig hallgatólagos, alattomos, sunyi módszerekkel teszi ugyanezt. Formálisan nem kötelező, de aki nem él ezzel a lehetőség, aki nem veszi fel az oltást, az gyakorlatilag fizetés nélküli szabadságra kerül, gyakorlatilag a munkahelye, a jövedelme kerül veszélybe, olyan inflációs környezetben, amikor az alapvető élelmiszer árak tekintetében az inflációt nem százalékokban, hanem szorzószámokban kell mérni. Nyilvánvalóan sokan emiatt a kényszeroltotti státuszt választják. A legveszélyesebb, a legaljasabb és a jövő generációját is veszélyeztető azonban a gyermekek oltásra kötelezése. Formálisan mondhatjuk, hogy általánosan ez sem kötelező. Ugyanakkor jelen pillanatban, tisztelt képviselőtársaim, az a valóság, az a helyzet, hogyha egy pozitív esetet találnak valamelyik általános iskolai vagy középiskolai osztályban, akkor onnantól kezdve csak az oltatlan gyermekeket hazazavarják, hazaküldik, és csak az oltott gyermekek vehetnek részt a jelenléti oktatásban. Nem hallottuk a balliberális oldalt hörögni a tekintetben, hogy micsoda szörnyű, kirekesztő, szélsőséges, kvázi, mint egy apartheid politika ez, hogy gyermekeinket az oltatlanságuk miatt küldik haza, büntetik ezzel az oltatlan gyermekeket, a teljesen egészséges oltatlan gyermekeket, hiszen az oltottak is ugyanúgy terjesztik a vírust, vagy terjeszthetik, mint az oltatlanok, tehát semmi értelme nincsenek, ráadásul nincs digitális oktatás, a legtöbb szülőnek nincs pénze magántanára, a gyermeket nyilvánvalóan emiatt nem kellene magántanulói státuszba helyezni, mi fog ebből következni? A legtöbb szülő aggodalma, veszélyérzete, élénk veszélyérzete ellenére esetleg beoltatja teljesen feleslegesen a gyermekét, hogy nehogy emiatt a munkahelyét veszítse el, és a gyermek ne szenvedjen lelki és egyéb sérelmeket és ártalmakat. Borzasztó válságosnak tartjuk, hogy amikor láthatóan a március hónapot a kormánypropaganda a gyermekvédelemmel fogja eltölteni, akkor természetesen egyetértünk azzal, a Mi Hazánk mozgalom a legmesszebben őkig egyetért azzal, hogy a gyermekeink testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődése a létező legfontosabb. De akkor legyen fontos ez akkor is, amikor a teljesen felesleges oltásra kötelezést el kell kerülni és el kell felejteni. Az Amerikai Egyesült Államokban az összes fertőzött gyermek mindössze 0,1 és 1,9% közötti aránya kerül kórházi felvételre, és ennek az amúgy is ellenőrző mértéknek legfeljebb a 10%-a szorul intenzív terápiás kezelésre. Európában ez az arány még a 8%-ot is alig éri el. Ebből is látható, hogy teljesen értelmetlen, teljesen felesleges a gyermekek oltása kötelezése, amely főleg a kislányoknál lehet nagyon veszélyes, hiszen cikluszavarokat felnőtt korban akár meddőséget is okozhat. Úgyhogy tisztelt képviselőtársaim,
el a kezekkel a gyermekeinktől, védjük meg a gyermekeinket nagyon, nagyon helyesen, de akkor a kötelező oltástól, vagy az oltások kötelezőstől is meg kell őket védeni. A Mi Hazánk mozgalom április 3-a után egy tolvonással meg fogja szüntetni az ilyenfajta kötelezéseket, amennyiben megkerülhetetlen politikai tényezővé válik. Köszönöm a figyelmüket!